Ha ellenségallergiában szenved az állatunk, nagyon fontos, hogy milyen tápot választunk számára, vagy milyen ellenséget állítunk össze számára. Ha a tápboltba, a szakboltba betérünk, és ott nézegetjük az összetételeket, akkor ezt nagyon helyesen tesszük. Hiszen hiába van esetleg egy adott tápra ráírva, hogy ez allergiás tápanyag, allergiás kutyának való, ha éppen a mi állatunk által képviselt allergia összetevőknek ez nem felel meg. Ezért nagyon fontos, hogy valóban időt szakítsunk arra, hogy kiválasszuk számára a megfelelő tápot. Ehhez természetesen szakemberek segítségét is igénybe veheti, állatorvos dietetikusokat és egyáltalán az állatorvosokat, mint testületet nyugodtan kérdezhetik ezekről a problémákról. Az nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy megfelelő tápot válasszunk, ahhoz talpára kell állítani az egész kérdést, ahhoz egy jó diagnosztika kell. A diagnosztika az elhanyagolhatatlan. Ha nem tudjuk, hogy mire allergizálódott az állatunk, akkor nem valószínű, hogy jó döntést fogunk hozni a táp megválasztásakor. Ne bízzuk a táplálék allergia kérdését a szomszéd tippjeire, vagy a saját esetleges elgondolásunkra, mert gyakran ennél lényegesen fontosabb esetekben, vagy leggyakrabban ezek sokkal szofisztikáltabb, sokkal összetettebb, gyakran 4-5-6-10 féle allergiás oktan is összekeveredik egy adott tápallergiás kutyának az esetében. Tehát ezeknek a megállapítása akár az eliminációs diétával, ami egy hosszú folyamat, de jó válaszokat ad, akár egy gyorsan elvégezhető, bár kissé drága teszttel, vértesztel, mindenképpen meg kell, hogy történjen azoknak az allergéneknek az azonosítása, amelyekre allergizálódott az állat, és csak ilyen módon tudunk megfelelő tápot választani számára.